Itt vagyok a Kisszelli Múzeumban. Nem ide indultunk délután, unokáknak gyógyszert, de míg a feleségem várakozik, a gyógyszert elkészítik, vagy egyezkednek, megnézem a múzeumot, Kisszelli Múzeum. Hát csodálatosan szép hely. Nagyon szép hely. Szép kastély. Meddig van nyitva? Ja, már be van zárva? Ó, ekkor a tragédiát. Nagyon szomorú vagyok. Hatkor bezár a Kisszelli Múzeum. Pedig be akartam menni. Ekkor nem is fog tudni egész éjjel aludni. Felháborító. Jó estét, tudom, hogy zárva vannak. Igen, csak annyit mondjam meg, bocsánat. Ez a kastély, ki építette ezt a kastélyt? A Schmidt Miskának a kastélya. Jó, nagyon szépen köszönöm. Schmidt Mihálynak volt a kastélya. Schmidt Mihály kastélya volt ez valamikor. De nagyon szép, csodálatos. Cseresznyefák. Nagyon szép. De sajnos, bezárt sajnos. Igen, és segítsen, mondja már meg nekem azt, ki volt az a Schmidt? A Schmidt még egy bútorgyáros volt. Igen, bútorgyáros volt, igen. És megvette nyaralónak. Értem, igen. Igen. De 1900 és 35 között. Igen, és utána mi történt, a kastéllyal? Állami tulajdonban van, nem kastély, hát igen, ő idejében volt kastély, állami tulajdonban van, és most múzeum. Ja, értem, tehát az állami, és a háború ott mi volt itt? Nem tudja? Katonák. Itt katonák voltak? Katonák voltak? Értem. Jó, most megölgítem. Hadikórház is volt. Jó. Jó. Hát nagyon szép. Jó, köszönöm szépen. Tudom, hogy szívfelvételt csináljak. Sokolom.